Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. 2020 nyarán igazgatóváltás volt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház élén. A következő műsorban szeretnénk bemutatni önöknek az új igazgatót, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban, Szilvási Grund Helga. Köszönöm szépen, hogy vállaltad a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Nehéz feladat lehet átvenni egy művelődési ház igazgatását, de talán annyiban nem volt annyira borzasztó, hogy azért te évek óta ott vagy. Így van, én 2020. augusztus 1-től vettem át ezt a pozíciót. Én 2018-ba kerültem a Gárdonyi csapatához, amikor is a Népmese pont épült, mint szakmai megvalósító jelentkeztem az állásra, és el is nyertem, és igazából a Népmese pont tényleg az alapjaitól kezdve a kiépítésen át ott voltam, és segítettem a szakmai munkát. Egy kicsit térjünk vissza a gyerekkorodra, hol nőttél fel? Én Sárszentmihályon nőttem fel, oda jártam általános iskolába, majd bekerültem Székesfehérvárra a Kodály gimnáziumba, ott végeztem gimnáziumi éveimet, és az ELTE tanítóképző karán végeztem tanítóként informatika művertségterülettel. A gyerekek érdekeltek nagyon, vagy a tanítás? Igazából mind a kettő, de azt mondom, hogy inkább a gyerekek. És miért pont a kisgyerekeket választottad? Ők kicsit hozzám közelebb állnak. Én nagyon sokáig néptáncoltam az Alba Régia Tánc Együttesbe, és amikor aztán visszakerültem Sárszentmihályra tanítani, úgyhogy végül is ott töltöttem ugye a gyerekkoromat is, majd a gyakorlati éveimet, és igazából azokkal taníthattam együtt, akik engem is tanítottak. És ott én megkaptam a néptánc szakkört annak idején, és én nagyon szerettem, én akkor kezdtem el a gyerekekkel még szorosabb kapcsolatba kerülni. És aztán mégis jött egy döntés, és elhagytad a gyerekeket. Miért? Így van, én 6 évig tanítottam Sárszentmihályon, majd nagyon váratlanul tényleg a közösségi oldalon találtam rá erre az álláshirdetésre, és nagyon közel áll hozzám a népi világ, a népi kultúra, a néphagyományok. Én itted rá népi játék, néptánc foglalkozás vezető is vagyok, gyerekeknek tartok foglalkozásokat, illetve a tavalyi évtől pedig pedagógusoknak is oktatom ezt a módszertant. És akkor úgy éreztem, hogy egy kicsit több kell, egy kicsit másabb, hogy másba is kipróbálhassam magam. És akkor ez a népmesepont nekem nagyon-nagyon tetszett. Népmesepontról hamarosan beszélni fogunk, de akkor térjünk le erre a módszerre, amit említettél, jól értettem, itted rá? Így van, így tedd rá, népi játék, néptánc módszertan gyerekeknek, és ugye én amikor elkezdtem szakkörbe néptáncot oktatni, akkor ugye én is, mint ahogy tanultam, utánzás után tanítottam a néptáncot a gyerekeknek, viszont aztán rájöttem, hogy őnekik ez nem életkori sajátosság, főleg a kisebbeknek. És én óvodába is tartottam csoportoknak, és az így tedd rá ez egy nagyon játékos formába tanítja a néptánc alaplépéseit és magát a népi játékokat, amiket sajnos a mai világba úgymond vissza kell tanítanunk. Ugye régen, amíg a generációk együtt éltek, ott azért ugye megtanították egymásnak ezeket a játékokat, a mondókákat, a dalokat. Ma már én is sajnos azt tapasztalom, hogy erre nem nagyon van idő, főleg a családokba ezekre az alkalmakra, és így elkezdtem ezt az így tedd rá foglalkozásokat tartani szülőkkel együtt. Egy nagyon jó kötést ad a családoknak, akár a szülő-gyerek kapcsolatba is, és hát nyilván a hagyományainkat ismerik meg ezáltal a gyerekek. Tehát együtt táncolnak és mondókáznak közben, így van, illetve igen. Gondolom énekelnek is. Igen, igen. Mennyire népszerű a gyerekeknek? Ők nagyon szeretik, a családok is nagyon szeretik, a gyerekek is nagyon szeretik. Ugye Maroshegyen most a Gárdonyi Géza Művelődési Házba is 2018 óta már én is tartok ott is foglalkozásokat, és országos szinten is nagyon sok foglalkozás vezetőnk van. Akkor térjünk rá a népmesepontra, ami azért nagy siker, és emlékszem, hogy nagy izgalommal készült voltam ott akkoriban, többször is nagyon sokat dolgoztatok rajta. Mit jelentett neked ez a feladat? Hát a népmesepont nekem tényleg a szívem csücske igazából a mai napig. Egy nagyon szuper kis helyet sikerült kialakítanunk a környezetet, egy nagyon barátságos, családias környezet, ahova nagyon szeretnek járni a csoportok is, akik az együttműködő partnereink, az iskolás csoportok, az óvodás csoportok, és mind a mellett ugye jelentkezhetnek hozzánk családok is, nagyon szeretik. Pályázat útján készült, mi volt, amit mindenképpen bele kellett rakni, tehát milyen alapokra épült? Így van, ez egy EFOP-os Európai Uniós pályázat, és júniusig fog tartani. Ami mindenképp kötelező eleme az élőszavas mesemondás, hogy a gyerekeket az élőszavas, az élő szóval, mesélt mesével ismertessük meg.
Szerencsére nagyon véglete, nagyon sok népmese van. Ugye nem csak azokat ismertetjük meg a gyerekekkel, ami a mindennapokban ők ismernek, hanem olyan meséket is, amelyeket nem. Az élőszavas mesemondásra helyezzük a hangsúlyt, és amellett vannak kézműves foglalkozásaink, és én belevittem az Ittedrá népi játékokat is a mesékhez. És mindenhez ki kellett alakítani egy környezetet, ott mi volt a legfontosabb szempont? Így van, ugye ennek az a lényege ennek a pályázatnak, hogy ne abba a környezetbe legyenek a gyerekek, ami a megszokott is a mindennapi, hanem egy picikét kiszakadjanak ebből a környezetből. Ezért is lett egy királyi palotánk, illetve lett egy régi parasztház részünk, ahova be tudnak jönni. Tehát nagyon, nagyon mesés ez a környezet. És akkor ott rendszeresen vannak foglalkozások? Így van, 10 együttműködő intézményünk van, ők folyamatosan jönnek hozzánk foglalkozásra, és azon túl, hogyha van szabad kapacitásunk és helyünk, akkor oda várjuk a családokat is. Tehát 2018 óta dolgozol a Gárdonyi Géza Művelődési Házba. A népmese ponton kívül mi volt a feladatod? Mennyire láttál bele a ház vezetésébe, működésébe? Szerencsére a Gárdonyi csapat egy nagyon összetartó kis csapat, és nagyon segítjük egymás munkáját, és ez a mai napig is így van. Így nem válik külön, mint népmesepont, könyvtár és művelődési ház, hanem tényleg az összes programnak a szervezésébe, a lebonyolításába, mind ott állunk egymás mellett. Így nagyon sok olyan programon is részt vettem, ami nem kimondottan a népmeseponthoz kapcsolódik és fűződik. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg így a csapat támogat továbbra is, vezetőként is. Ez nagyon nagy szó tényleg a mai világban is. Köszönöm. Meg kell említenünk Iszkádi Erikát, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház előző vezetőjét, igazgatóját. Mit hagyott rád? Milyen öröksége van számodra? Mert ugye ő felmondott, elment. Igen, Erika próbált mindent átadni tényleg, amit csak tudott, és a mai napig segítséget nyújt, ha ez úgy adódik. Én ezért nagyon hálás vagyok neki. Ugye a Gárdonyinak van egy arculata, ugye mi nagyon, nagyon szeretjük a népmeséket, nagyon sok meseíró versenyünk van, a gyerekeknek nagyon sok foglalkozást tartunk és szervezünk, de nyilván Maros egy kulturális életét is próbáljuk színesebbé tenni, hogy mindenki megtalálja a maga számára kedvező programot. Amit Erika rám hagyott, és ami tényleg évek óta van, akár a tündérszó meseíró verseny, vagy a tolpihe, ezeket mind ugyanúgy folytatjuk tovább. A vírushelyzet mennyire befolyásolja ezeket a versenyeket? Hát jelenleg tervezünk, de nem tudjuk, hogy mi valósul meg belőle. Mindig az adott rendelethez mérten próbálunk mi is tervezni és szervezni. Igen, már tavasszal lett volna eredményhirdetés, ha jól tudom, az egyik versenynél. Azt végül is hogy oldódott meg? Igen, a tündérszó meseíró versenyünknek majd most lesz az eredményhirdetése, és ezt jelenleg online módon fogjuk tudni meghirdetni. Most már a 3-tagú zsűri értékelte a közel 280 mesét, ami beérkezett. Ezt felvettük most videóra, és hamarosan ki fogjuk küldeni a gyerekeknek. Tehát végül is a meseírás azért megoldható, amikor el kéne jönni és mesét mondani, ez nehezebb, de az online világ azért itt is nyit. Foglalkozik-e még online tanítással, illetve számítástechnika, informatika tanítással a Gárdonyi Géza Művelődési Ház? Ha jól tudom, volt egy nagyon aranyos kezdeményezés, amikor a gyerekek a nagyikat tanították. Igen, a PC Nagyi klub volt, most jelenleg PC klubot hirdettünk, és most mi belevettük az online tanulást segítő programot is, úgyhogy igyekszünk a szülőknek is, vagy akár a pedagógusoknak segíteni azzal, hogy egy pár praktikát megmutatunk, hogy hogyan lenne könnyebb. Itt érzed annak előnyét, hogy informatika szakon végeztél? Igen, annyiba, hogy tudok segíteni akár a kollégáknak is, akár a könyvtárba dolgozóknak is, és tényleg szeretettel segítek mindenkinek. Beszéljünk akkor a házról. Mostanság mi található meg benne? Ugye a vírushelyzet után mi is kinyitottunk, mindenféle aktuális szabályt betartva, fogadjuk a csoportokat, a szakköröket. Szerencsére ugyanúgy jönnek hozzánk, nagyon nagy szükség van a közösségre, az embereknek, az emberi kapcsolatokra. Hiába voltunk ott a médiában, meg az online felületeken, azért az nagyon hiányzott, akár a visszajelzés, vagy akár egy ilyen közösségi esemény. Jelenleg, ha a picikre gondolok, akkor indul a Babamama klubunk, ha a picit nagyobbakra, akkor az Ittedrá foglalkozások. Most ami új nálunk, az a Zumba Kids, gyerekeknek tart Zumba foglalkozást az egyik foglalkozásvezető.
Aztán, ha még nagyobbakra gondolunk, akkor a kultúrdiszkót ugyanúgy viszi tovább a művelődés szervezőnk. Ez mit jelent? Ez minden hónap péntekjén jön hozzánk Sohony Edit írónő, és az ő vezetésével tartanak egy ilyen kultúrdiszkót tiniknek, ahol kikapcsolódhatnak, kicsit szórakozhatnak, táncolhatnak, de egy-egy meghívott előadóval pedig érdekes témákba is kalauzoljuk őket, és kérdezhetnek bátran. Ez már gondolom inkább a tínédzserek programja. Igen, igen, így van. Kicsit így van, nagyobbak. Így van. Mi újság van a könyvtárban? Hogy van Cica? Cica nagyon jól van. Pont most volt nálunk akitől, Gyöngyitől, akitől örökbe fogadtuk mesecicát, és meg is nézte. Ő azért nagyon hiányolta az olvasókat ugye a vírus ideje alatt, de most nagyon-nagyon szereti őket, oda megy, dörgölőzik, bújik, úgyhogy nagyon őnek is hiányoztak az olvasók. Jelenleg a könyvtárban is nagyon sok könyvet tudtunk most beszerezni, gyermekkönyveket, illetve lehet most már nálunk kölcsönözni papírszínházat mesékkel is. Ugye nálunk van diafilmvetítés, diafilmvetítő és maga a diafilmeknek a kölcsönözhetősége is elérhető, és hát a könyvtár az, aki mindenki számára nyitott és várja a látogatókat. A nézőknek lehet, hogy egy kis magyarázattal tartozunk a Cicával kapcsolatban, aki nem tudja, hát annak súgjuk meg, hogy a Gárdonyi Géza művelődéséhez könyvtárában él egy cica, aki a mesenevet kapta, és aki ott nagyon jól érzi magát. És örülök, hogy jól van, és hogy a könyvtárban is zajlik az élet. Egyébként bármilyen módon tudtatok könyveket kölcsönözni akkor, amikor a vírushelyzet miatt zárva kellett tartani? Igen, kolléganőnk vállalta ő is, hogy házhoz viszi a könyveket, úgyhogy a Vörösmarty könyvtár mellett nálunk is működött az, hogy a vírus és a karantén idején ő is ugyanúgy leadta a könyveket, és amikor már biztonságos volt, akkor pedig visszahozták az olvasók. Amikor újra kezdődött az élet, fertőtlenítésre szükség volt a házban? Igen, természetesen, illetve a mai napig is a kilincseket, az ajtókilincseket, a villanykapcsolókat és az ilyen közhelységeket a takarítónőnk folyamatosan takarítja, és nyilván most többször is. Ha már az épületről beszélünk, tudom, hogy tervben van, és már valami el is kezdődött azzal kapcsolatban, hogy megújuljon, hogy egy kicsit szebb legyen, rendezettebb legyen az épület. Hol tart ez a folyamat? Hát jelenleg ugye a tervek megvannak. A koronavírus, mint minden, szerintem ezt is egy picit átírt. Mi nagyon reménykedünk benne, hogy ez meg tud valósulni majd ez a felújítás. Ugye jelenleg mi a színháztermünket egyáltalán nem tudjuk használni, tehát hogy nekünk azért is nagyon jó lenne, hogyha megújulna, mert hogy programokba is sokkal többet tudnánk nyújtani a közösségünknek. Belülről most mi egy picit próbáljuk újítgatni, szépítgetni, egy picit átalakítani, de nyilván a külső homlokzati részét azzal sajnos mi nem tudunk mit kezdeni. Mint tanítónő, a rendezvényszervezéssel milyen a kapcsolatot, hiszen a Gárdonyi Géza művelődéséhez gyakran készít rendezvényeket, gondolom az idei őszi elmarad, de reméljük, hogy jövőre már böndörödni kell. Igen, nagyon reméljük, hogy lesz. Júniusban tervezünk azért egy mesenapot, azt is tervezzük, szervezzük, és hát reméljük, hogy meg is tud valósulni. Nagyon szeretek én is szervezni, jönni, menni. Jelenleg egy közművelődési szakemberképzést végzek. Tehát emellett tanulsz, hogy igen, mellett. Igen. Ez muszáj volt, hozta magával? Vagy muszáj is volt, meg én belülről azt éreztem, hogy én szakmailag akkor így lennék biztos, és így tudnám segíteni a munkatársaim munkáját is. Hányan dolgoztok most a művelődési házban? Jelenleg hatan, és a portások, takarító kollégákkal együtt pedig összesen 10. Nem bántad meg a döntésedet, hogy elvállaltad ezt a... Nem, nekem most ez egy nagyon nagy kihívás, nagyon új terep, de látok benne fantáziát. A család támogat? Abszolút, igen. Tehát a legfontosabb természetesen, hogy a kollégák támadjanak, igen, vagy támogassanak. Bocsánat, igen. Ha visszatérünk a kollégákra, milyen területen vannak a kollégáid? Ki mivel foglalkozik? Gazdaságis kolléganőnk van, van egy pályázati referensünk, mi ugye nagyon sok pályázaton részt veszünk, és nagyon sokat pályázunk, ott nagyon sok, nagyon nagy segítség Judit munkája. Művelődés szervezőnk van, Anett, aki a közösségeket, a kis csoportokat, és nyilván a kisebb, nagyobb rendezvényeket is felügyeli. Könyvtárunkban van 2 kolléganő, könyvtáros kolléganők, népmeseponton van ugye Ági kolléganőm, akivel ugye együtt kezdtük a népmesepontot, és hát ugye van 2 portásunk, illetve egy takarítónőnk.
Jelen helyzetben is vannak pályázatok, amire tudtok pályázni? Szerencsére igen, mi tartottunk ettől, de szerencsére igen. Mire készültök? Sok mindenre. Most ugye a Csóri Sándor alapban adtunk be egy pályázatot, ahol szeretnénk havonta tárgyalkotó kézműves délutánt indítani, táncházzal egybekötve. Én nagyon szeretnék, és a távolabbi terveim között szerepel egy meseösvény kialakítása, akár a Sóstóval egybekötve, ahol állomásokon ismerkedhetnének meg a családok, csoportok egy-egy mesével, népi játékkal. És ehhez is valami berendezésre is lesz szükség, vagy csak ilyenféle túrára gondoltuk? Hát egy-egy állomásra, ahova ki van vetítve akár a mese, vagy egy QR kóddal lehetne a mesét leolvasni. Ezek még tervek, de nagyon jó lenne, ha megvalósulna. A mesepontról egy meseösvény. Igen. És ezekre már most lehet pályázni, vagy egyelőre ez terv? Ez még terv, a meseösvény. Valamit változtattál egyébként a Gárdonyi Géza művelődéséhez működésében? Működésében nem. Csak a belső részébe egy picit szeretnénk újítani, alakítgatni. Ez mit jelent? Most egy kisebb ilyen, ugye van nekünk egy nagy lépcsőfordulónk, arra lehet, hogy emlékszel, voltál ott nálunk, és akkor ott az ugye növényekkel volt teljesen berendezve. Most oda mi raktunk egy asztalt, két kis székkel, ott azért az idősebb korosztály meg tud pihenni, hogyha esetleg feljönne hozzánk, illetve fent a Baba-Mama klubunkhoz az egyik mosdóba szeretnénk egy pelenkázó helységet kialakítani. Ha már az időseket említette, több nyugdíjas klub is a Gárdonyi Géza művelődési házban lakik, ha szabad ezt a kifejezést használni. Ők nem ijedtek meg, járnak, még igénybe veszik a klub lehetőségeket? Igen, három nyugdíjas klubunk van, illetve a dalkörünk, aki az idősebb korosztályt képviseli. Ők szeretettel jönnek mindannyian. Van olyan, aki felveszi a maszkot és használja is, illetve raktunk ki kézfertőtlenítőket, amit most nálunk kötelező használni, de szeretettel jönnek, picit távolabb ülnek egymástól, de kell nekik, hogy valakivel beszélgessenek. Milyen programjaik vannak? A nyugdíjas klubok mindig maguknak szerveznek egy-egy programot, néha kirándulást, néha egy-egy uszodát, néha maguknak hívnak akár egy masszőrt, egy-egy beszélgető társat. Ők is picit most óvatosabbak ebbe a helyzetbe, de igyekszenek ők is betartani minden előírást. Úgy egészében milyennek szeretnéd látni mondjuk 10 év múlva a Gárdonyi Géza művelődési házat? Hát én nagyon szeretném, hogyha tényleg ez megújulhatna, ez az egész ház, mert ugye a tervek azok gyönyörűek, és nyilván több lehetőségünk is lenne, hogyha ez megvalósulna, de én szeretném, hogyha ugyanilyen barátságos, családias környezet várná az odalátogatókat, és ez nem csak az intézményvezető múlik, hanem nyilván azokon, akik ott dolgoznak, és közösen teszünk ezért. A művelődési házak létezése hosszú múltra tekint vissza úgy országosan. Mennyire látod jövőjét ezeknek az intézményeknek? Én úgy gondolom, hogy kell az embereknek egy művelődő közösség, vagy egy olyan hely, ahol ők be tudnak térni, és helyet biztosítunk a számukra. Én szeretném, hogyha ez ugyanígy maradna továbbra is. Milyen online lehetőségeitek vannak, hogyha netán úgy van, hogy nem mernek annyira az emberek megjelenni egy-egy klub rendezvényen? Most a könyvtárba érkezni fog hozzánk majd Bajzát Mária. Ott tervezzük, hogy élőbe bejelentkezünk a Facebook oldalon. Jelenleg még nem volt ilyen a Gárdonyi életébe, úgyhogy ez egy új dolog lenne. A népmesepontunk az folytatódna tovább ugyanígy mesékkel, kis kézműves dolgokkal, ami akár otthon is megtalálható. Ugye a meséktár az végtelen, úgyhogy ott is tudunk tovább folytatódni. Tehát persze mesélni lehet online is, de sikerült kézműves foglalkozásokat is tartani így? Igen, olyanokat próbáltunk választani, ugye amikor otthon kellett maradni, ami otthon is megtalálható a mindennapi környezetünkbe, és olyan dolgokból összeállítani valamit a gyerekek részére. Nyilván nehéz, de jó lehetőség, és megvan az online felszerelés, ami ehhez kell, van. Igen, szerencsére vannak laptopjaink, úgyhogy tényleg mindegyik kolléganő haza tudta vinni, és otthon tudott dolgozni. Egy-egy dolgot beszereztünk, akár egy kis állványt, de így sikerült. Szabadtéri programokat is szokott rendezni a Gárdonyi Géza művelődéséhez. Ilyenre készültök mostanában?
Most ebbe az évben nem, de júniusban tervezzük a mesenapunkat, ami egy nagyobb rendezvény lenne. Ugye az lenne ott a népmesepontunknak a záró programja is. Ugye márciusig tartott volna a népmesepontos pályázat, viszont a koronavírus miatt 3 hónappal kitolták, tehát június végén lenne, és ezt összekötnénk a mesenapunkkal. És mi lesz, hogyha ez a pályázat megszűnik? Mi lesz azzal a helyen? Utána van egy fenntartási időszak, és nagyon szeretik tényleg a látogatók, akik jönnek hozzánk, akár a havi témanapjainkra, mindig van egy-egy törzs vendég, aki jön az összes programunkra. Mi szeretnénk ugyanúgy tovább működtetni, több lehetőséggel, de nyilván akkor már nem lenne ingyenes az összes program. Tehát a pályázatnak az a lényege, hogy ebben az időszakban ingyenes rendeztek minden népmese programot. Így van, a népmese ponton így van. 2 éve adtátok át egyébként, kellett azóta felújítani? Tudom, hogy nagyon sok munka volt, rajzoltatok, vágtatok, dekoráltatok. Ez megmaradt, vagy változtatni is kellett? Nem, minden megmaradt. Megmaradt a mesefánk, amit ugye oda az előtérbe festettünk föl, és aki hozzánk ellátogat, és programon vesz részt, az felírhatja az almára a nevét, és felakaszthatja a mesefára a saját almáját. Tisztasági festést végeztünk, azon kívül nem. Én úgy látom, hogy jól érzed magad az új helyeden, de ugye a régi és új, mert ugye Gárdonyi Géza művelődési házban, és mint vezető is. Igen, én nagyon szeretem, tényleg kihívásokkal teli, és nagyon sokrétű, de én most ezt élvezem. Kívánom neked, hogy sikerüljön ezt jól csinálni, és jól érez magad még sok-sok évig a Gárdonyi Géza művelődési ház élén. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, én köszönöm az Önök figyelmét, bemutattuk Önöknek ebben a beszélgetésben a Gárdonyi Géza Művelődési Ház új igazgatóját, Szilvási Grund Helgát, fogadják őt szeretettel. Köszönöm a figyelmet, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!